Önök a Dunaföldvár Televízió április 9-i adását látják. Jó estét kívánok! A mai Földvár mozaikban a következő témákkal foglalkozunk. Dunaföldvár 100 esztendős lakosa szerint a munka a hosszú élet titka. Én már bizony gyerekkoromban egy körülött kezdenem a munkát, de a gyerekeim is velem együtt. Sokat küzdöttünk mindenért, hogy élhettünk. És most itten nagyon megnyugodtam, itt semmit se tudok csinálni, most meg az a baj. Egy pályázat keretei között juthattak dunaföldvári gimnazisták Erdélybe. Évek óta van ez a határtanuló pályázat, aminek ugye a célja a magyarországi, magyar és a határon túli magyar kapcsolatoknak az erősítése. És gyakorlatilag az egyik kollégánk, Csizmadi Jáné Magdinéni hívta fel a figyelmünket erre a pályázatra, és utána én írtam meg magát a pályázatot. Az igazgatónő javasolta, hogy a címe a kultúra, ami összeköt legyen. Horváth Zsolt, Dunaföldvár polgármestere Szekszárdon a rendőrségtől vehetett át kitüntetést. Tulajdonképpen ez az a társadalmi elismerés vagy elismertség, amelyet azok a civileknek adományoznak, akik elősegítik a rendőrségnek a társadalmi elfogadottságát, illetve a rendőrségnek a munkáját segítik bármilyen szinten, illetve azt próbálják segíteni a rendőrségnek, hogy hogyan tud maga a civil társadalomba dolgozni, beilleszkedni. A jövő gazdálkodásával ismerkedhettek a kertbarátok tagjai. Nagyon érdekes, mert a precíziós gazdálkodás az már nagyon régóta itt van Magyarországon. Ha visszatekintek, akkor szerintem nagyságrendek 15 éve, biztos, hogy vannak gazdák, akik már 15 éve használják és alkalmazzák ezeket a technológiákat. Botrogi Gyula nyitotta meg a dunaföldvári természetfotó kiállítást. Én azért értem meg, és azért szerettem ezeket a képeket, mert én ezeket látom mozgás közben, és hogy ilyen pontosan elkapni azt a pillanatot, ami a legjellemzőbb, az nagyon nehéz, és nagyon szépen van megcsinálva. Dubajban ért el speciális olimpiai sikereket egy dunaföldvári szakiskolás. Én Szártonnába indultam. Én indultam talajon, lólengésen, ugráson, korláton, nyújton meg gyűrűn. Első helyezett lettem talajon, nyújton meg az összetett versenyben. Második lettem lólengésben, harmadik korláton, negyedik ugráson, ötödik gyűrűn. Városunk vezetője is felköszöntötte 100. születésnapján Bozor Jánosnét. Bozor Jánosné, Mariska néni 100. születésnapjára jöttek itt össze a Napsugár Otthon könyvtárában. Jó egészséget, békességet kívántunk, szeretettel kívántak itt a rokonok, hozzátartozók. Hogy érzi magát ma Mariska néni ezen a nap? Én nagyon jól érzem magam, milyen boldog nem voltam ma nagyon régen. Olyan boldogság ért engem mára, hogy nagyon boldog vagyok, a gyerekeim most itt vannak, mind vasárnap, meg megint összegyűn az egész család. Meséljen egy picit a családjáról, az életéről. Hát ez nagyon nehéz élet, arról egy egész könyvet, regényt lehetne írni. Én már bizony gyerekkoromban egy körülött kezdenem a munkát, de a gyerekeim is velem együtt. Sokat küzdöttünk mindenért, hogy élhettünk. És most itten nagyon megnyugodtam, itt semmit se tudok csinálni, most meg az a baj. Mióta van itt az otthonban? Úgyhogy a 90 meg a 95-öt otthon töltöttem. A 90 évet még az én lakásomon, de 95-öt a fiamnál voltam. A 95-öt ottan töltöttük el a családdó, hát a gyerekeimmel. Hány gyereke és hány unokája, dédunokája van? Négy gyerekem van, 7 unokám van,
4 gyükünök, az 5. most gyűn. Igen. Mit üzen nekünk, fiatalabb, meg még a fiatalabbaknak? Hogy lehet 100 évig élni? Én is szeretnék. Tudom, munkából-e vagy mivel, mert én nagyon sokat dolgoztam, és velem nem sokat törődtem, csak a családdal. Hogy aztán mit van az öregség, nem tudom, de a családban még ilyen öreg nem volt. Akkor ez Mariska néni érdeme mégiscsak, vagy a jó Isten szeretete? Isten segített engem, én gondolom úgy, hogy az segített engem idáig. Mivel telik itt most a nap? Unida megyek, unamoda ülök, meg beszélgetek a szomszédokkal, akivel, de Ricska most már nagyon nehezen megyek. Nem látok, nagyot hallok, úgyhogy szóval már nem életangyalom. Dehogy nem, hát milyen jókedélyűen megélte ezt a 100. születésnapot is. Jókedélyű Mariska néni, alapvetően vidám természetű? Kedvem, az mindig megvolt. De aztán 56-ben elment a fiam, azután aztán a jókedélyben sok minden elmaradt. De akkor ma boldogság volt, hogy meglepte. Nagyon, pedig sokat meggyűttek, mert volt úgy, hogy meggyűtt a család is. 2-3 hőz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 ő
folyamat, hiába most már nem, ők is gyógyszerennének, öregek, ők is. Öregszenek a gyerekek, Mariska néni meg fiatal marad, igaz? Fiatal maradom. Jó egészséget kívánunk a Dunaföldvár TV nézői nevében, és a titkát meg megpróbáljuk megőrizni tovább. Szép, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, akik itt van is, mindenkinek a szívességét is, meg a fáradtságukat, nagyon sokat fáradoztak, hogy idáig eljussunk. Úgyhogy titok volt. Horváth Zsolt, a Dunaföldvár polgármesterével beszélgetek. Századik esztendő, sokan vannak Földváron 100 évesek, vagy annak közelében? Hát jelen pillanatban ez az egy hölgy, aki a Napsugár idősek otthonában van, ő most 100 éves. Ha jól emlékszem vissza, akkor bő egy éve köszöntöttem szintén egy 100 éves hölgyet fönt akkor, ő a családja körében volt, nem a Napsugár idősek otthonában. Fönn voltunk a várban, ő pedig lenn ugye, Uci néni, az pedig lenn ugye most kint van már az otthonba, de nagyon fit és nagyon rendben van értelmileg is mindenben. Nagyon jó lehet vele beszélgetni, a fizikai állapota is nagyon jó. Tehát ritkán lát az ember úgymond idézőjelbe 100 évest ennyire jó állapotban. A család nagyon szép kis ünnepséget rendezett. Kint itt voltak mindenhonnan, akit még elértek ebben a családban, sőt, már azt lehet mondani, hogy még már ugye kiterjedt is, tehát 100 év életében ugye egy család azért kiterjedt, tehát hogyha egy családfát kellene fölrajzolni, azért nagyon sok ága, tehát főágai is, meg mellékágai is vannak már egy 100 évesnek ebbe a dologba. És ami nekem nagyon meglepő volt, hogy nagyon jó emlék, amikor megkérdeztem azt, hogy mégis mit jelent 100 évet megélni, és most gondoljunk bele, ez a múlt századból indul ez a 100 év, és ott lett leélve a legtöbbje ugye a első világháború utántól kezdve végig menni mindenen, hogy egy ember 100 év alatt mennyi olyan pozitív vagy negatív élmények élik a családjában, a társadalomban, a munkájában, amely befolyásolják, hogy hogyan tudják leélni. Én azt vettem ki itt belőle a beszélgetésből, hogy egy nagyon fontos dolog van, mindig pozitív életérzéssel kell élni ebbe az egész dologban. A másik meg egyszerű volt a képet, mert azt mondta, hogy hát nem kell annyit idegeskedni. Hát tulajdonképpen ez így rendben is van ez a dolog, nem tudom, hogy mennyire lehet ezt ma ebben a pörgős világban ezt az intelmet megfogadni, vagy így élni ebben a világban, de lehetséges ebben a dologban. Ugye a televízió munkatársa is ott volt, és elmesélt az életéből történeteket. Természetesen ebben a 100 évben, ha a gyermekem is már 80 éves, mert itt azért ezt kell megfigyelni, hogy a gyermeke, aki kintről ide jött, ugye az is 80 éves, és az is nagyon fitten itt volt vele, mindenben utazik több ezer kilométert ebbe a dologba.
Én azt mondom, hogy ez nagyon jó megélni. Ezt a, meg azt a családot, ahogy látni lehetett. Többen ismerik ugye a Zentai Pistit, nem kell bemutatni, ő ugye a kereszt édesanyja, a keresztfia, és Pisti is már ugye már közeledik a 70 felé, és akkor beszélgettünk, és mondom neki, hogy hát Pisti így akkor mégiscsak itt 100 év, ugye a keresztanyú meg minden. És azt mondja, hogy ő mindig boldognak látta. Tehát amikor ő elment, ott voltak ebbe a dologba. Tehát mégis megerősödik bennem az, hogy pozitívan kell élni az életet, és az mindenen átsegít, meg hogyha ez a család azért összetartó, együtt viszi ennek a ügyes-bajos dolgait egy részen keresztül, akkor ugye ez jelenti ezt a hosszat. Meg természetesen biztos a gének is. Tehát én ezt nem tudom, tehát az egész család, hogy ilyen hosszú életűek, de mindenki, aki ott volt és ahonnan volt, tényleg mindenkiből ez a pozitív életérzés jött ki, úgyhogy én szerintem mégiscsak ez a dolog. Még egyet mondott, mindig mozogni, illetve használd mindig az eszed. Tehát az egyik, hogy a fizikai erőnlét, a másik pedig ugye a szellemi előtét. Tehát akkor már össze is áll így, én úgy nézem ebbe az egész dologba. Aztán majd, hogyha ezt magunkra vetítjük, szerkesztő úr, akkor nem tudom nekünk mit hoz az élet, majd a jó Isten ezt megmondja, hogy mennyi a kiszabad, de a cél az megvan akkor mindenkinek a 100 év. Erdélyi testvériskolát látogathattak a dunaföldvári gimnazisták. A Magyar László gimnázium diákjai márciusban Nagyváradon, Romániában vendégeskedtek néhány napot, egy helyi magyar nyelvű iskola vendégeként. Igazgatóhelyettes úr, hogy került sor erre a kirándulásra, erre a nagyváradi utazásra? Évek óta van ez a határtanuló pályázat, aminek ugye a célja a magyarországi, magyar és a határon túli magyar kapcsolatoknak az erősítése. És gyakorlatilag az egyik kollégánk, Csizmadi Jáné Magdinéni hívta fel a figyelmünket erre a pályázatra, és utána én írtam meg magát a pályázatot. Az igazgatónő javasolta, hogy a címe a kultúra, ami összeköt legyen, és hát nagyon munkás, én úgy fogalmaztam, hogy határtalanul munkával jár. Először is kellett találni egy iskolát, hát a sokadik iskola volt, aki végül is kötélnek állt, és azt mondták, hogy hajlandóak bennünket fogadni. Szerencsére ők a Nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceum, ami azért szerencse, mert viszonylag közel vannak. És hát már az elkészítésnél kellettek a programok, a kinti kolléganő segített benne, hogy milyen programjaink legyenek. Kalkuláció kellett a szállásról, az úti költségről, az étkezésről. És akkor igazából december 23-án született döntés, hogy nyert a pályázatunk, és akkor januártól kezdtük el konkrétan szervezni magát a kirándulást, hogy akkor mikor megyünk. Többféle ajánlattevőt kellett megkeresni a szállással, a busztársaságokkal kapcsolatban, és gyakorlatilag a tankerületi központ kapja meg ezt a pályázati pénzt, és ők döntenek, hogy milyen vállalkozókkal menjünk. Hát magát a programot azt mi szerveztük meg, és mi bonyolítottuk le. Miből állt a kinti program? Mint láttuk, hallottuk, itt hol is készültetek valamilyen fellépésre, előadásra? A pályázatnak feltétele, hogy kell egy közös produktum, amit a végén bemutatunk, tehát nem csak kirándulásról szól az egész. És egyrészt Ady Endre halálának most van a 100 éves évfordulója, és a Magyar László gimnázium diákjai készültek versekkel, egy-két prózai dologgal, és maga a fő projekt az egy néptáncdarabnak a betanulása, amit a dunaföldvári és a nagyváradi diákok közösen fognak majd bemutatni. Több napban nyilván kirándulás is belefér. Hát olyan fél kettő felé értünk magyar idő szerint Nagyváradra, és akkor délután egy színházlátogatást tettünk, egy színdarabot tudtunk megtekinteni, ami egy ilyen ad-hoc jellegű volt igazából, és akkor a következő naptól indultak a szervezett programok. Nagy Szalontán voltunk, az Arany János Emlékmúzeumban, illetve az Emlékházba. Akkor voltunk Tordán, a Sóbányába, illetve a Tordai Hasadékot megjártuk. Akkor útközben megálltunk a Bánfi-Hunyadi Református templomnál, ez egy híres kazettás mennyezetű templom. Voltunk kirándulni az Erdélyi Középhegységbe, gyakorlatilag a Király erdő egy kis szakaszát tudtuk bejárni, egy nagyon szép vízesést láttunk, és akkor az utolsó nap délelőtt tudtuk megnézni Nagyváron az Ady Endre Múzeumot, illetve még kihagytam a Nagyváradi Várat is, meg tudtuk nézni, és közben esténként, délutánonként voltak a néptánc próbák. Helyi iskola diákjaival, tanáraival találkoztatok? Sikerült egyfajta kapcsolatot alakítani?
Persze, hát nyilván a pályázattal kapcsolatban lévő kolléganővel találkoztunk elsősorban, illetve ő segítette az ottani programokat, de nagyon sokat segített a könyvtárosuk, találkoztam az igazgatónővel, hát a többi kollégával nem annyira, mert nekik gyakorlatilag munkaidejük volt. Bence, te is egyike voltál a 23 diáknak, akik eljutottak erre a szép kirándulásra. Gondolom ez egyfajta megtiszteltetés, hiszen 200 tanulóból kellett kiválogatni az utazókat. Természetesen megtiszteltetés, és nagyon boldog vagyok, hogy eljuthattam erre a kirándulásra. Nagyon szép helyeken voltunk, és a programok is nagyon színvonalasak voltak. Milyen érzés volt találkozni Romániában élő, de magyar diákokkal, akik veletek egykorúak voltak, gondolom sokat beszélgettetek? Nagyon sokat beszélgettünk, több barátság is szövődött. Fura volt az első pillanatokban, de nagyon sokat meséltek az ő életükről, és hogy milyen kint Romániában magyarként, és átérezve az ő helyzetüket, másképp gondolok innentől rájuk. Gondolom az érdeklődési körük, a mindennapi életük azért nagyon sokban hasonlít a tietekéhez, hiszen Románia is uniós ország, tehát nincs ég és föld szakadék a két ország közt. Egyáltalán nincsen. Ők is ugyanolyanok, mint, vagy ugyanolyan érdeklődési körük van, mint nekünk. Említetted, hogy barátságok is kötöttek. Tudjuk azt, hogy ezek a gyerekek majd Magyarországra látogatnak, akkor nyilván ezek a barátságok tovább fognak élni. Hát szeretném, hogy tovább éljenek, és hogy a kirándulás után is tudjuk majd tartani a kapcsolatot. Órát is látogattatok? Bepillantást nyertetek esetleg az ottani oktatásba? Igen, én egy történelem órát látogattam meg, a többiek matekot, biológiát. Nagyvárad egy nagyon szép kulturális örökségekben gazdag város. Mi volt a benyomásod a városról? Nagyon-nagyon-nagyon szép város volt. A belvárosa nagyon tetszett, de voltak olyan részei, ami hát talán felújításra szorulna. Először jártál Romániában? Igen, először jártam Romániában. Nyilván ez aztán meghozza esetleg a kedvet, a hangulatot, hogy később felnőtt korodban is esetleg kilátogatsz. Szeretnék. Nagyon tetszettek a helyek, ahol voltunk, és több helyszínt is szeretnék megnézni. Erdélyből, Romániából, mindenféleképpen. Megyei szinti rendőrségi kitüntetés kapott a Dunaföldvár polgármestere. Horváth Zsolt, a Dunaföldvár polgármesterével beszélgetek. Rendőrségért emlékérem, ez az, amit ő kapott. Ez mit takar, ez a kitüntetés? Hát ezt a kitüntetést a Tolna megyei rendőrfőkapitány alapította, és tulajdonképpen ez az a társadalmi elismerés vagy elismertség, amelyet azok a civileknek adományoznak, akik elősegítik a rendőrségnek a társadalmi elfogadottságát, illetve a rendőrségnek a munkáját segítik bármilyen szinten, illetve azt próbálják segíteni a rendőrségnek, hogy hogyan tud maga a civil társadalomba dolgozni, beilleszkedni, és az elfogadottságát jobban a civilekkel megértetni, hogy miért is szükséges. Én ott az átadó ünnepségen, illetve ezen az állománygyűlésen, én a kollégáknak, akik ott voltak a rendőrség részéről, én azt mondtam, hogy ők egy nagy család. Ha ők egy nagy család, és ez a család azért dolgozik, hogy a családon kívül lévő másik nagy család, ami ugye a 14 települést jelenti a paksi kapitányság életében, ugye ott rend és fegyelem és biztonság legyen, akkor ezt így kell elképzelni munkájában, mint egy nagy családnak. Most én úgy gondolom, hogy ebben a családi munkában vettem én részt, illetve veszem ki most is a részemet, hogy megértsék az emberek, hogy a rendőrséget nem csak mindig úgy kell venni, hogy na, ezek megint megállítottak bennünket az úton, és most cseszegetnek, idézőjelbe veszem. Én azt is szoktam mondani, hogy akinek nincs félnivalója, az teljesen mindegy, nem megállítanak, odaadjuk a személyigazolványunkat, forgalmi engedélyünket. Tehát akivel nincs probléma, az most 3 perc kellemetlenség, hogy meg kellett szakítani az utazásunkat, vagy bármit, de egyet meg kell értenie az embereknek, hogy kell egy olyannak lenni, ahol ha fölhívom a 112-t, tehát valaki beszóljon azt, hogy igen, mi tudunk segíteni, és ha kell, akkor rendőri segítséget tudjunk kérni. Tehát ennek nem csak mindig az árnyoldalát kell nézni, hanem azt is, hogy mi ennek a pozitívuma is. Mert ne adj Isten, hogy egyszer egy olyan előforduljon, hogy azon a
112-nek a végén ne tudjon valaki segíteni. Én mindig azt mondom, hogy igen, legyen ott egy ember, legyen valaki, aki tud segíteni. És ez az ember, ez majd itt helyben a rendőrösön szolgálatot teljesítő rendőr lesz. Ez teljesen mindegy, hogy ő most a közterületen van, vagy a nyomozati osztályon fog dolgozni, de ő valamiben segíteni fog nekünk tudni. Vagy a jogosítványunkkal, vagy a vadászoknál a fegyvertartással, vagy igazgatásrendészetbe, de valaki ott fog nekünk tudni segíteni. Ezt kell az embereknek megérteni. Ennek a kitüntetésnek a odaítélési eljárása az hogyan zajlik? Van egy felterjesztő, és van egy bizottság, aki eldönti. Igen, hát igazából én nem tudom, hogy bent a rendőrségi berkekben ez hogy van, de ugye ez dr. Kuti István, a paksi rendőrkapitányság vezetője, ugye a kapitány úr, ő terjesztette ezt föl a Tolna megyei rendőrfőkapitányságra, és ugye a rendőrfőkapitány úr javaslatára ítélik ezt mindig oda. Én nagyon szépen megköszöntem, hogy az idén ugye rám gondoltak ebbe az egész dologba. Természetesen mindig azt szoktam mondani, hogy hát ahol lehet, ott az ember segít egymásnak, és segítséget nyújtunk is ebben a dologban. Én szerintem kapitány úr is, illetve a főkapitány úr is Szekszárdon azt látja, hogy itt Dunaföldváron azért az együttműködés, illetve ebbe a járásba az azt mondom, hogy nem azt mondom, hogy hibátlan, de nem csikorog ebbe az egész dologban. Megértjük ennek a szükségességét. Ők pedig megértik azt, hogy Dunaföldvárnak van egy sajátos igénye. Ugye mindig azt szoktam mondani, hogy mi egy ilyen átmenő település vagyunk, ugye, ahol napjában több ezer gépjármű átmegy, aztán minden hónapban van egy vásárunk, ami igazi kihívás rendőrségi ügyben is, mind közlekedésben, mind közbiztonság részében. És ugye az együttműködő helyben lévő szerveinkkel is nagyon jó az együttműködése, akár a mezőrséggel, akár a polgárőrséggel is az együttműködés az itt lévő őrsnek is, illetve a kapitányság területén lévőkkel is. És én azt gondolom, hogy ha ez az együttműködés jó működik, akkor van eredménye, és a lakosság akkor érzi ennek az eredményességét. Nem az kell, hogy valakit állandóan nyektessen vagy minden, hanem tudják azt, hogy van, ha van baj, akkor tudnak kihez fordulni. Ha van baj, lesz segítség ebbe a dologba. Ha van ügyem, amit el kell intézni, akkor azt el fogják intézni. Én megpróbálok ebbe az egészbe, ugye, mint polgármester is, egy ilyen kis koordináló szerepet is létrehozni, illetve én, mint civil ember, aki ugye találkozik a rendőrségnek a munkájával. Én mindig azért kritikusan az ilyen értekezleteken azt el szoktam mondani, hogy egy állampolgárnak annak milyenek az elvárásai. Azzal, hogy látható rendőrség van. Azzal, hogy hol lehet megtalálni őket. Azzal, hogyha intézkedés alá vonják, akkor mi módon kell ezt ugye elvégezni, vagy mit nem vesz sértőnek egy állampolgár ebbe a dologba. Én ezeket mindig úgy el szoktam mondani, hogy mik az én tapasztalataim, vagy nekem, mint polgármesternek itt a városban az emberek mit mondanak erről a szervezetről. És én azt gondolom, hogy azok a kritikák, építő jellegű kritikák, amelyek ilyenkor elhangzanak, és megbeszélgetjük, és megpróbálják javítani, azok fogják előre vinni, mint a város életét, a közbiztonságát is, mint pedig lenne a rendőrségnek az életét. Azért ennek a jó kapcsolatnak a hátterében nincs az, hogy egykori vadászpilótaként az egyenruhás világ az közel áll a polgármesterhez? Természetesen, hogy a szívem csücske, ugye nem csak maga a rendőrség, hanem a katasztrófavédelem, vagy a tűzoltóság is. Tehát de ez maga az életünknek is része. Tehát az nem csak az, hogy én kapcsolódom jobban ezekhez a szervezetekhez, hanem ezt vegyük tudomásul, hogy ma a 21. században ez a részünk, tehát az életünknek a része, és ehhez én ezen az állománygyűlésen meg is köszöntem ezeknek az embereknek azt az odaadó életét, vagy munkáját, amelyet távol töltenek a családjuktól, és mindig azt mondtam, hogy egy dolog van, ami kell, egy támogató család is ehhez a kiváló munkához, amelyet ma a rendőrség itt a paksi kistérségben, vagy illetve Tolna megyében. Mert azt is ki kell emelni, hogy a Tolna megye az maga az egész országnak a térképén az egy nagyon jó helyen szerepel, és Tolna megyében pedig a paksi rendőrkapitányság az is egy kiváló teljesítményt nyújtott 2018-ban is. Minden részegységében, úgyhogy ezt megköszöntük.
A precíziós gazdálkodásról tartottak előadást a kertbarátok számára. Roll Daniel gép értékesítési menedzserrel beszélgetek. A téma, amit hozott, a precíziós gazdálkodás. Hát nem éppen bulvár téma. Amikor a precíziós gazdálkodásról beszélünk, akkor nem is gondolnánk, de egy nagyon hangzatos kifejezés, főleg a magyar mezőgazdaságban. És a magyar, hát a mezőgazdaságból élők biztos, hogy sokat találkoznak ezzel a kifejezéssel, főleg akkor, hogyha nem is olyan rég az Agromas Expo megfordultak, akkor a legtöbb kereskedő biztos, hogy bemutatta a saját portfóliójába, hogy hogyan és miként tud bekapcsolódni a precíziós gazdálkodásba. Ezért is gondoltam, hogy ezt a témát egy kicsit megismertetem így szélesebb körbe. Akik mezőgazdasággal foglalkoznak, azok nap mint nap találkoznak ezzel a témával, de mégis nekik is nagyon sok új dolgot rejt, és azok, akik meg nincsenek ebbe benne napi szinten, azoknak meg nagyon érdekes, hogy ma a magyar mezőgazdaság az hol tart és hova tart. Egy átlagos gazdálkodónak milyen precíziós műszerei vannak? Sokféle módon be lehet kapcsolódni a mezőgazdaságba, nyilván attól függően, hogy ki milyen területen dolgozik. Ugye más a szántóföldi növénytermesztés, más a gyümölcsösök, más a zöldségesek, akik kertészettel foglalkoznak, egészen más területen fognak bekapcsolódni. A szántóföldi növénytermesztésben általánosságban elmondható, hogy az automata kormányzás az már egy belépője, vagy mondhatnánk úgy is, hogy az első lépcsőfoka a precíziós gazdálkodásnak, és utána ennek még nagyon-nagyon sok lépcsője van. Melyek azok a következő lépcsőfokok, amit egy átlagos gazdálkodó el tud érni? Hát az első lépcsőfog az úgy gondolom, hogy ez, az automata kormányzás, hogy a traktoraikba ezt beépítsék és alkalmazzák. Úgy szoktam fogalmazni, hogy a precíziós gazdálkodás útján való, vagy az útjára való lépés, az a versenyképességünkre való lépés, hogy hatékonyabban tudjunk dolgozni, és ez nem lehet kérdés. A földvásárlásra szoktam párhuzamba hozni, nagyjából, hogyha földvásárlásra kerül a sor, akkor ott senkiben nem kérdés az, hogy meg szeretné venni, hogy szeretne fejleszteni, hogy több hektáron szeretne gazdálkodni. Na most ez a versenyképességünkben sincs kérdés, abban is szeretnénk fejlődni és előrelépni, és ahhoz pedig ebbe áldoznunk kell. Az interjú elején említettük, hogy gép értékesítési menedzser. Mit csinál egy gép értékesítési menedzser, mivel foglalkozik? Hát egy gépértékesítési menedzsernek az egyik fontos feladata, hogy a partnereinek ismertesse a legújabb technológiákat, hol tart a magyar mezőgazdaság, tájékoztassa őket, és tartsa velük a kapcsolatot személyes találkozók által, és ezeknek a gépeknek az értékesítése, eljutása, hogy ezeket a gépeket tudják ők is használni. Az ön tapasztalata szerint melyek azok a gépek, amelyeket a legnagyobb arányban el tud adni? A traktoroknak az értékesítése az nyilván a versenyhajunk, de nagyon-nagyon sok más területre is kiterjed, hisz több üzletág van, és ezek az üzletágok valahol összekapcsolódnak. Az úgynevezett precíziós gazdálkodás mikortól terjedt el igazán? Ez nagyon érdekes, mert a precíziós gazdálkodás az már nagyon régóta itt van Magyarországon. Ha visszatekintek, akkor szerintem nagyságrendek 15 éve, biztos, hogy vannak gazdák, akik már 15 éve használják és alkalmazzák ezeket a technológiákat. Ők egy kicsit előrébb haladtak. Nagyon régóta van ez itt Magyarországon. Mégis magyar gazdálkodók úgy gondolják, hogy ez egy nagyon távoli jövő, pedig ez itt van igazából a küszöbön, itt van az ajtónkban. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarország ebben, hát nem mondom, hogy piacvezető, de az élen jár. Nem is olyan rég egy vezető amerikai cég ellátogatott hozzánk, és az, amiben ők dollármilliárdokat fektetnek a precíziós gazdálkodásba,
az megdöbbenve tapasztalta, hogy milyen ügyesen és milyen flottul használjuk ki azt a technológiát itt Magyarországon, mi itt magyarok, és hogy mennyire előre haladott ebben a mi fejlettségünk, sokkal előre haladottabb, mint más európai országokban. Ha csak százalékosan akarnám megközelíteni, akkor itt Magyarországon a gazdálkodóknak ugye 20-25%-a, vagy inkább úgy mondom, hogy a szántóföldi területeknek a 20-25%-át már ilyen eszközökkel művelik meg, és ha az Európai Uniónak más országait megnézem, akkor ez körülbelül 5% lényegesen kevesebb. Szóval nem vagyunk lemaradva, sőt azt kell mondanom, hogy igencsak a versenyben ott vagyunk. Vannak azért olyan országok, akik ennél egy kicsit előrébb járnak, de nem vagyunk lemaradva. Természetfotókból nyílt kiállítás a művelődési központban. Fabó házaspár természetfotóiból nyílt kiállítás Dunaföldvár itt a művelődési otthon aulájában előterében. A kiállítás kuriózuma, hogy olyan házaspárról van szó, akik mind a ketten vadászok, a természet nagy rajongói, és akkor befotóznak. Információim szerint Feri, aztán te kezdted ezt a fotózást a természetből, és utána Nejed Ágnes is követte az utadat. Igen, édesapám vadászott, már pici gyerekkorom óta nagyon sokat kijártam a természetbe, és az akkori vadászújság a 60-as években úgy járt neki, és az abban megjelenő fotók, állatokról, vadakról, madarakról készült képek inspiráltak arra, hogy szeretnék én is ilyet készíteni. És innen indult el, és hát ideig jutottunk, ahol ezt a kiállítást most megmutatja. Ágnes, mint tudjuk, neked is van kötődés egy családi ágon a vadászathoz. Igen, hát édesapám vadász volt, és mikor már 82 éves volt, azt mondta, átadja a helyet a vadásztársaságban, és azóta aktívan vadászom is. Na most, mint a megnyitóban a művész úr is említette, nem minden vadász fotózik. Ti viszont fotóztok. Ha jól tudom, a Feri hatására kezdtél el te is természetfotókat készíteni. Hát régen is fotóztam, de nekem van három gyerekem, három fiam, most már felnőttek, és nem volt idő arra, hogy én kijárjak fotózni, de amióta a Feri van, azóta őnek is kedve van menni, és én megmegyek boldogan vele. A kiállítás megnyitón Bodrogi művész úr is említette, többen szakemberek említik, hogy a természetfotózáshoz rendkívül nagy türelem kell, és a pillanat megragadása, ami igazán értékessé tesz egy fotót. Nyilván ez óriási rutin kell ráérezni arra, hogy az állatok, a természet hogyan, miképpen működik, és azt a bizonyos pillanatot megragadni. Így van, ehhez nagyon kell ismerni a természetet, ez egy alapvető dolog, amit többféle csatornán lehet megszerezni. Részben könyvekből, részben más ismerősöktől, akik természetbarátok, madarászok, részben, és talán ez a döntő, maga a gyakorlati tapasztalat, amit az ember saját maga tapasztal meg kint a természetben. Egy hölgy számára azért fárasztó lehet, hogy órákat kuporogni a bozótosban, hogy egy csodálatos fotót készítsen az ember. Hát igen, amúgy is elég mozgékony vagyok, úgyhogy egy kicsit vissza kell fognom magam, de van olyan, hogy reggel 5:30-tól este 5 óráig is bent ülünk a leskunyhóba, vagy éppen a lessátorban, és várjuk, hogy jöjjenek arra madarak, vagy éppen valamilyen nagyobb vadak, és reméljük, hogy meg is jönnek. Volt már olyan sajnos, hogy nem jöttek, egész nap kint ültünk, és sajnos nem volt mit fotózni. Hosszú évtizedek óta fotózol. Nyilván a fényképezés, a fotótechnika nagyon sokat fejlődött az elmúlt évtizedekben. Az ember kénytelen ezzel lépést tartani, hogyha technikailag is minél jobb képeket akar készíteni. A mai technika nagyon sok olyan fotót lehetővé tesz, amit a 20-30 évvel ezelőtti filmes technika sokkal kevésbé engedett meg. Ez a kiállítás gondolom nem egyfajta pihenő végállomás, hanem ez a fajta tevékenység folytatódik tovább a jövőben is. Hát igen, szeretnénk folytatni. Mindig, ha van egy kis időnk, akkor megyünk ki fotózni. Szerencsére Feri 2 hónap múlva nyugdíjas lesz. Én most már 1 éve nyugdíjas vagyok, és bízom benne, hogy több időnk jut majd kimenni és fotózni. Na hát ebben a kettő szakmában, a vadászatban és a fotózásban az utánpótlást hogy lehet elképzelni? Vannak kollégáitok, akik esetleg gondolkodnak azon, hogy követnek titeket, tehát fotóznak és vadásznak, és gondolom a ti személyes példátok azért jó inspiráció azok számára, akik gondolkodnak azon, hogy a kettőt összekapcsolják.
sokan keresnek bennünket, akik szeretnek fotózni, és nem egyszerűen csak fotózni, hanem kifejezetten a természetet szeretik fényképezni, de nem rendelkeznek ilyen tapasztalattal. Mi nem titkolunk igazából senkit, semmit, bárkinek bármit elmondunk, szívesen tanítunk. Tervezzük is, ha már több lesz a szabadidő, esetleg fotótanfolyamok szervezését. A kiállítás igazi meglepetése az volt, hogy Bodrogi Gyula színművésző nyitotta meg, akiről közismert, hogy nagyon nagy vadász és jó szakács, aki vadhúsból kiváló ételeket tud készíteni. Hogy sikerült a művészurat rábírni arra, hogy erre a kiállításra eljön és megnyissa? Ez nem volt túl nehéz dolog. Bodrogi művész úr az én szemem, mondhatom talán, hogy a mi szemünk előtt a magyar színészet csúcsa. Ez különösen nagy élmény jelentett volna nekünk, hogy ő nyissa meg egyszer a kiállítást. Mi évek óta próbálkoztunk már ezzel, már az első telefonos megkeresésünkre nagyon pozitívan reagált, de nagyon nehéz volt időpontot egyeztetni vele. Végre Dunaföldváron sikerült, és ez nekünk külön öröm, hogy itt, ahol élünk, éppen ide sikerült őt elhozni. Szeretném megköszönni a támogatóinknak, akik segítettek abban, hogy létrejött ez a kiállítás, és támogatják a fotós munkánkat. Nagyon sokan vannak, nem szeretnék senkit kiemelni, de reméljük, hogy továbbra is meg lesz a támogatóságunk, és minél több helyen szeretnénk megmutatni ezeket a képeket, hogy ez a támogatás a közönségünk felé is sugározzon. Bodrogi Gyula színművész úr nyitotta meg ezt a szép kiállítást. Elsősorban, mint vadász, mint természetrajongó volt jelen. Említette a beszédében, hogy ritkán nyit meg ilyen jellegű kiállításokat. Igen, mert én igazából nem tudom, hogy hogy kell egy kiállítást megnyitni, de nagyon szeretem, mert egyrészt a vadászat és a természetfotózás az egytőről fakad. Tehát amikor arról van szó, hogy ezt a vadat meglesni olyankor, amikor éppen kirepül a fészkép, vagy a vadat fölkutatni a vadásznak, ez ugyanaz a természet szeretet. Egy szakmabéli, egy vadász másképp értékeli, látja ezeket a fényképeket, hiszen ön kint van a természetben, nyilván a pillantokat is megérzi, amit a laikus nézők kevesbé vesznek észre. Én azért értem meg, és azért szerettem ezeket a képeket, mert én ezeket látom mozgás közben, és hogy ilyen pontosan elkapni azt a pillanatot, ami a legjellemzőbb, az nagyon nehéz, és nagyon szépen van megcsinálva. Egy ritka alkalom az is, hogy egy házas pár készítette a fotókat, mind a ketten vadásznak, mind a ketten fotóznak. Igen, hát nyilvánvaló, hogy ez a dolog hozta össze őket. Egyformán gondolkodnak, egyformán éreznek a természettel szemben, és összehozta őket. Művész úr vadászat közben szokott fotózni? Ha van valami teríték, azt emléknek lefotozom, de ilyen művészeti igényel nem. A Dunaföldvári Szakiskola egyik tanulója a speciális olimpián több érmet is nyert. Sportműsorunkban nem minden nap számolunk be olimpiai sikerekről. Olimpiai bajnokkal állunk szembe, Juhász Sebastian, a Dunaföldvári Magyar László Szakképzőiskola 10. B-osztályos tanulója. A speciális olimpiai nyári világjátékokon vett részt Dubajban idén márciusban, és mint hallottuk, aranyérmekkel, ezüstérmekkel tértél haza. Sebastian, milyen sportágban indultál, illetve hogy kerültél be a válogatott keretbe? Én szártornázom 6 éve, és a válogatott keretbe úgy kerültem be, hogy ennek még az olimpia előtt volt egy országos torna versenye Budapesten, és akkor abból válogatták ki azokat az embereket, akik képviselhetik majd 2019-ben Magyarországot. Tehát ennek is megvan a kemény feladata. Tudjuk, hogy Dunaújvárosban laksz, nyilván ott készültél fel, kik voltak a felkészítőik, kik segítkeztek ebben? A család nagyon támogatott, Salamonné Szabó Éva készített föl 6 éven keresztül. Nagyon sok támogatást kaptam, nagyon sokan büszkék rám. Jelenleg ide jársz Dunaföldvár az iskolába. Hogy fogadták a sikert az osztálytársaid, a tanáraid? Nagyon büszkén. Ők végig követték az olimpiát,
Nagyon sokan ott is már gratuláltak, amíg én kim voltam. 24-e hajnalba érkeztünk, 25-én viszont bejöttem az iskolába, mert már nagyon hiányzott az iskola. Bejöttem az igazgató, az osztályfőnökhöz, meg a többiekhez, és akkor nekik is elmondtam egy részben, hogy így zajlott ez igazán ez az olimpia. Gondolom innen is sok segítséget kaptál, hiszen időre volt szükség a felkészüléshez. Azért sikerült a tanulást és a felkészülést összehangolnod? Persze. Nekünk hétfő csütörtök 8 óránk van, de az igazgató úr meg az osztályfőnök elintézte nekem, hogy a 6. óra után a 1:30-es busszal elmehessek, mert nekünk 4:30-tól 4:45-ig van edzésünk, és akkor így meg tudták oldani, hogy én mehessek így az edzésekre. Milyen érzés volt címeres mezben a megnyitón részt venni? Hány fős volt a magyar csapat? 87. 62 sportoló, szakágvezető edző. Volt rendes bevonulás, ünnepi beszéd, taps? Igen, volt. Tehát volt, 190 ország vonult fel, akkor utána köszöntöttek minket ott, akik ugye az arabok, tehát akik ott élnek, nagyon családias körülmények között. Azt hiszem az egyenruha van rajtad, amiben felvonultatok, vagy ez volt a hétköznapi kimenőruhátok is a olimpiai táborban? Nem, ezt csak az ünnepség alkalmából vettük föl. Az egyenruhánk az egy ilyen melegítő. Hogy nézett ki? Miből állt, gondolom? Címer is volt rajta. Igen, középen itt volt a mellkasunknál, hogy Hungary, akkor itt a magyar címer. Zöld volt a szett. Amikor ugye győztél, dobogóra léptél, felcsendült a himnusz is, milyen érzés volt hallgatni? Hát büszkeség volt, tehát hogy öröm volt. Én nem gondoltam volna, hogy az olimpián fogunk elérni aranyat, mert ez az első olimpiám. Gondolom a magyar tábor, a kinti magyarok, a társak, a sporttársak, edzők végig szurkoltak neked. Így van. Az olimpián szokás egymásnak szurkolni. Te is átmentél más sporteseményekre szurkolni a magyaroknak? Igen, voltunk a görkorcsolyásoknál, meg a kosarasoknál. Hát akkor kicsit részletezzük, hogy milyen sportágban indultál, ha jól tudom, torna, és milyen szereken léptél fel, és milyen érmeket szereztél? Én szártornába indultam. Én indultam talajon, lólengésen, ugráson, korláton, nyújton meg gyűrűn. Első helyezett lettem talajon, nyújton meg az összetett versenyben. Második lettem lólengésben, harmadik korláton, negyedik ugráson, ötödik gyűrűn. Ezek pontozásos sportágak voltak? Igen, pontozás. A győzelem, a siker azt jelentette, hogy a neved ismerté vált a magyar sportkörökben, sőt nemzetközi szinten is. Nagyon fiatal vagy még. Gondolom ez a siker inspirál arra, hogy egyrészt folytass tovább a sportot, hiszen eredményes vagy belőle, de ugyanakkor a távoli jövőt is kell építened, ugye nyilván a tanulás, szakma, elvégzés, esetleg tovább tanulási lehetőségek is állnak előre. Hogy képzeld a jövődet mindezek tükrében? Most májusban lesz egy torna versenyünk Budapesten. Ahogy már azt említettem az előbb, 4 évente van olimpia, 2 évente meg ilyen európai játékok. És mi arra is nagyon készülünk természetesen, de leginkább az olimpiára, ami 4 évente van. Az most 2023-ban lesz legközelebb Berlinbe. Tehát akkor a elkövetkezendő években sportesemények sorra vár rád, gondolom, sok edzéssel, de tudjuk, a sportolóknak az ideje véges, valamikor minden sportoló megöregszik, vagy egy Isten adta rossz sérülés karrier törhet ketté. Gondolom azért más területen is építed a jövődet, az életpályádat. Milyen szakmát tanulsz itt? Én itt a Magyar László Szakközépiskolában hegesztőnek tanulok, utána viszont én még megyek a Dunajvárosba, a Dunaferbe rendvédelmi szakra. Tehát több lábon kell állni, azért kérdeztem rá, mert nyilván egy idő után a sportot abba kell hagynod, vagy másmilyen formában fogsz kötődni a sportot. Hát gratulálunk ehhez a nagyon szép sikerhez, további sikereket kívánunk neked, akár itt az iskolában, a tanulmányi téren és a sportban egyaránt. Köszönjük. Köszönöm szépen.